Szép estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Köszöntöm úgy, ahogy ebben a meghívóban megfogalmazták. A kezemben tartom. Meghívó: dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberhez jó akarat. Lukács evangéliumából idéztem. Ezzel invitáltak meg bennünket arra a jótékonysági estre, amelyet 10. alkalommal rendeznek meg a Ciszterci Szent István Gimnázium és a Talentum Református Általános Iskola felajánlásával. Ez egy olyan jótékonysági est, hogy minden esztendőben más-más határon túli magyar település, intézmény, közösség kap a felajánlott pénzösszegből, segítve további munkájukat. Ebben az esztendőben a Báskos Utfalvi Napsugár Református Óvoda, illetve a Bácskertesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület javára rendezték ezt. Természetesen jelen volt Spányi Antal katolikus megyés püspök úr, Somogyi László református lelkészi elnök, illetve Steinbach József református püspök, és közreműködtek Hűvös Völgyi Ildikó, Szvorák Katalin és sokan mások. Aki pedig ma itt van velem, egy gyönyörűséges ifjú hölgy, Kalamár Renáta, szervusz, aki Csíkszeredából érkezett. Csíkszentdomokos. Csíkszentdomokosról érkezett, és egy gyönyörűséges verssel tisztelt meg bennünket. Örülök, hogy itt vagy velünk, hiszen egy igazi, ha úgy tetszik, belevaló székely lány versét hallhattuk. Viszont keveset tudunk rólad, azon felül, hogy gyönyörűségesen mondtad Fekete István versét, történetét. Kezdjük az elején. Milyen volt Csíkszentdomokoson kicsi lányként felnőni, magyar lányként, székely lányként? Meséld el nekünk. Hát, a kicsikorom az inkább jóformán a hegyen volt mindig. Ilyen, ugye nálunk sok a hegy, domb, hát hegyek, dombok vesznek körül minket. És általában sokan voltunk egy utcában, gyermekek. És mindig a hegyen voltunk, mindig ott játszottunk, mindig az utcában, nem voltam én nyáron bent a házban, mindig valahol játszottunk, tehát nagyon szép gyermekkorom volt, én nagyon szeretem. Hát rengeteg barátom volt, akivel még most is tartom a kapcsolatot, sokan vannak, ahogy ugye elmentem Csíkszeredába tanulni, mert most ugye ott járom a 9-12-t. Hát... nem tudom, én nagyon szerettem, nem változtatnék meg semmit rajta. Szerintem, hogyha újra lehetne élni, pont ugyanúgy végig élném a 18 évet, ahogy eddig volt, úgyhogy nem változtatnék rajta. Renáta, miként lehetett a nyelvet megtanulni, megőrizni? Hiszen azért voltak nehézségek, bármennyire is fiatal vagy, azért te is tudsz erről. Hát Domokoson nem volt annyira nehéz, mert Domokoson ugye magyar falu, hát ott rendőrség van páran, tehát nagyon kevesen vannak románok, szerintem senki nincs jó formán, hát páran, van román temető persze, és nagyon kevés a sír, úgyhogy nincsenek sok román. Hát szerintem ugye mindig magyarul tanultunk mindent, úgyhogy nem voltunk még kisebbségben Domokoson. Ott inkább magyar falu. Jó tanítóitok voltak, mondom én. Igen. Na. Nagyon jó tanítóink voltak. Miként emlékezel rájuk? Hú, hát csak példamutatásként. Hogy tényleg fel tudtam nézni minden tanárra, hogy ennyi gyereket mindig valamivel megfogtak. Mindig úgy tanították, hogy nem az volt, hogy unom ezt az órát, vagy valami, hogyha esetleg látták, hogy unjuk, mindig valami olyan csináltak, hogy felkeltsék a figyelmünket rá, hogy ne unjuk meg. Szorgalmasak voltatok? Hát eléggé szerintem. Úgyhogy hát az osztályfőnökünk, ugye találkozgatok vele, tartom a kapcsolatot, mondta, hogy nem volt velünk baj, szeretett. Úgyhogy szerintem nem volt tényleg. Büszke rátok? Igen, mondta, hogy büszke volt ránk. És az 1-4-es tanárnőm, mert ugye nálunk 1-4 van és 5-8, külön-külön, és az 1-4-es tanárnőm mindig, mikor valahol lát, hogy akárhol vagyok, mindig megmondja, hogy milyen büszke rám, és
úgy ránk. Ki fedezte fel, hogy tehetséges vagy? Biztos mondták neked, hiszen nagyon szépen beszélsz, és nagyszerűen mondasz verset. Hát én 12 éve már ministrálok otthon. Tehát nekem otthon a mise az úgy van, hogy ministrálok, ugye, és elmegyek, és olvasok. Tehát nekem így közönség elé is kiállni és olvasni, az nekem semmi jó formán. Jó, mikor meg kell tanulni egy verset, és azt el kell mondani, az más. De hát otthon sokan mondták, hogy milyen szépen olvasok, s hangosan, s hangsúlyozok, s... de 9-19-ben mentem legelőször szavaló versenyre. Hát az idén volt, hogy kaptam díjat, hogy értékelték, hogy szavalok. Ha visszaemlékezel, melyik volt az első vers, amit megtanultál? Hú... Vagy az elsők egyike, tudod mit? Hát Istenjárás, úgy tudom. Azt egyszer szavaltam, jaj, már nem tudom, hogy kitől van, de egyszer szavaltam a templomba, ha rá emlékszek. Tehát istenes vers volt. Igen, istenes vers. Hívő vagy? Igen, katolikus. És a családod? Családod is hívő? Igen, persze. Hát Domokoson mindenki katolikus. Tehát ez egy katolikus falu. Igen. Azt hiszem, hogy a plébános is büszke rád, ugye? Igen. Mit lehetett tőle megtanulni? Hogy lehetett, hogy megtartani a hitet? Talán nem tudom, én nagyon szerettem azt, hogy nagyon közvetlen volt velünk. És ugye nálunk két pap van, mert nagy falu. Én mindig a tisztelendőkkel is jobban voltam, mert ők a kicsi papok, úgymond, és van a plebános úr. Hát én szerettem, mert mindig közvetlenek voltak, törődnek a néppel. Szerintem nem kapnánk jobb papot, úgyhogy... Tehát fontos neked a közvetlenség. Felnéztél rá? Igen, nagyon is. Hát olyan volt, hogy mentem ministrálni, most ugye így utóbbszor így, hogy ugye nagy vagyok, úgymond nagy vagyok, hát ugye kicsikék ministrálnak, s nem mindig van, mert hogyha kicsikék ministrálnak, akkor én nem állok ki, mert kicsikékkel hogy álljak ki. És akkor is jön, s még attól még beszélget velem, hogyha nem is ministrálok, s az így tényleg nagyon szeretem azt a falut, és szerintem, nem tudom, hát a papok, én tényleg nagyon szeretem őket, úgyhogy. A barátnőid ugyanilyenek, mint te? Két barátnőm van, akivel, akik miatt kezdtem el ministrálni, mert ők legelőször ministráltak, és mondták, hogy menjek, és mondtam, hogy jaj, nem, és nem, melyen, ugye gyermekkori barátnőjeim, és aztán rávettek, és most nem tudom abba hagyni. Nem is kell. Igen. Miként telik egy tűzről pattant székely lány élete falun? Egy kicsit beszéljünk még arról, amikor még otthon éltél. Hú, a hát... A mindennapjaidról. Hát nyáron takarunk. Az a szénacsinálás, ugye? Hát nyáron, mikor nem megyünk takarni, én unom magamot. Tehát otthon nincs, amit kezdjek magammal, mert egyszerűen, hogyha nem tudok elmenni takarni, akkor én... Otthon meg vagyok semmisülve, nem tudom, mit csináljak, meleg van, aludni nem tudok, már meleg van, tévét nézni unok, Facebook ma jóformán azon is nincs mit nézni, s a barátnőim takarnak, úgyhogy nekem akkor a nyár az inkább elmegy segíteni, szíved szerint? Hát igen, elmennék, csak na, aztán úgyis délutánra vagy estére úgyis szoktunk menni, úgyhogy... Mennyit változott az életed, hogy elmentél Csíkszeredára, és városi lány lettél? Egyáltalán városi lány lettél? Nem. Városi lány soha nem leszek. Városi lány, hát én nem tudnám elképzelni az életemet városba. Úgy, hogy ott lakjak, és minden, főleg nyáron. Hát én nyáron nem tudom, mit csinálnék. Én nem tudom, mit csinálnék, hogyha nem kéne én dolgozzak. Hogy, tényleg. Mi az, ami nem tetszik a városban? Nem tudom, az a rohanás, a zsúfoltság, az, hogy mindenki siet, senki nem ismer senkit jóformán, falun mindenkit ismersz. Hát legelőször, mikor bekerültem, ugye Csíkszeredába 9-esként, Domokoson ugye mindenkinek köszönni is, hogy úgy ember mellett nem mész el, hogy nem köszönsz. Városon bementél, köszöntés, így néztek, hogy most minek köszönt a Leánka.
hát így oké. Nagyon nehezen tudtam megszokni a várost. Úgy. De azért kellett. Milyen tanuló vagy egyébként? Há, jó közepes. Jó közepes? Igen. Melyik a kedvenc tantárgyad a magyar? Igen. Igen, a magyar. Hát a magyar tanárom, most kezdtem rájönni, hogy, tehát most kezdtem így utolsó évre értékelni, hogy megyek el, és tényleg megbántam, hogy eddig tényleg ez olyan, hogy most eljöttem Magyarországra, és kezdem értékelni a hegyeket, hogy itt nincsenek, és eddig fel se tűnt, hogy vannak. Olyan átlagos, kinézek az ablakon, és látom a hegyeket, a dombokot, és minden körbe vesz, és itt nincsenek, és itt nagyon furcsa. Mit gondolsz, amikor eljössz otthonról? Hiszen gyakran jártok Magyarországra, hála nem. Istennek, nem én gyakran? Most voltam először, életemben először, most léptem át a határt. Hát Magyarországra, hát jaj, nekem ott voltam a határon, és megláttam, hogy egy rendőr magyarul beszél. Hát nekem annyira jól esett, hogy egy olyan helyt, ahol ilyen, tehát ugye, hogy románok, általában, hogy mindig románok vannak, de hogy most magyar rendőr, és oda jött, és beszélgetett velünk, hát én szinte elsírtam magam, hogy így jött, és így mindenhol magyarul írtak mindent, akkor a falukot ugye csak magyarul írták, ugye magyar rendszámtábla, hát ennél jobb nincsen. Szerintem. Érzed a szeretetet? Igen. Tehát itt úgy jöttem Magyarországra, hogy nem úgy jöttem, hogy úristen, egy más ország, hanem tényleg egy otthon. Mit gondoltál, amikor megtudtad, hogy jöttök most decemberben, így karácsony idején? Hát legelőször, mikor rám írtak, hogy lesz egy ilyen, hát én elkezdtem sírni, hogy úristen, teljesül egy 10 éves álmom, tizen nem tudom hány éves álmom, hogy egyszer kijuthatok Magyarországra, és csak annyi, hogy meg kell tanuljak egy verset. Ennyit kell csináljak jóformán, hát ez eszméletlen volt nekem. Úgyhogy. Nagyon kedves, amit mondasz. Beszéljünk egy kicsit még a versekről. Folyamatosan olvasol verseket. Kik a kedvenceid? Hát általában Reményik Sándor, ugye Fekete István. Inkább tőlük szoktam tanulni a verseket. Nem tudom, valahogy ők, valahogy a verseik azok olyanok, hogy átol tudom adni az embereknek. Sokkal jobban át tudom adni, mint egy valamilyen ilyen gyermekverset, vagy akármit. Tehát szereted, hogy mélység van a versben? Igen, nagyon szeretem. Hát a verssel, amit megnyertem ugye a tábort, a nyári tábort, a vers tábort, az is egy ilyen mély vers volt. Tehát én legelőször így nem is hittem el, hogy először is harmadik lettem. Mert hogy értékelték azt, hogy tehát amit én szeretek, azt végre értékelik. És hogy még megnyertem a tábort, hát el se hittem. És akkor itt a táborban itt mindenki, nem tudom, annyira otthonos volt, és olyan jó volt, hogy láttam, hogy mikor felmondtam egy verset, akkor így néztek, és hallgatták. És volt, akinek átadjam. Az osztályban, hogyha elmondom, hát 2-3 figyels, 2-3-nak át tudom adni, de a többi mond, beszélget, ír. Tehát valahogy azért látszik, hogy kik szeretik a verset, és kik nem. Igen, hát ők már nyilván azt gondolják, hogy ők ízig-vérik. Igen. Mai lányok, modern lányok, de azért nem baj, hogy ilyen maradsz. És mi lesz tovább? Hogyan tovább? Gondolkodtál már, hogy milyen hivatást választasz? Hát színésznő szeretnék lenni, aztán nem tudom, sikerül-e, de ez volt már nem tudom hány éves álmom, de olyan álom, hogy magamtól nem kezdtem volna neki. Tehát ez a tábor, ez a verstábor volt az a lépcső, ahol elindulhatok. Sokat lehetett tanulni? Igen, én rengeteget tanultam a várstáborban, és olyan volt, ősszel visszamentem az iskolába, és elmondtam egy verset, és így néztek, hogy mennyit fejlődtem. Rengeteget fejlődtem a várstáborban. Uram Isten, Kalamár Renáta, hogy megváltozott. Eddig Igen. is szépen beszélt, és jól mondta a verseket, most meg aztán. Igen, tehát tényleg eddig úgy volt, hogy
Eddig úgy volt, megtanultam a verset, elmondtam. Most megtanulom a verset, és átadom. Milyen színésznő szeretnél lenni? Színházba szeretnék. Színházat nagyon szeretem. Nagyon szeretem azt, hogy élőben vannak, tehát nekem a színház az egy olyan hely, ahol tényleg így otthon vagyok. Hogy tudom nézni a színészeket, és tudom látni a mozdulataikat, akármit. Ez nekem annál jobb nincsen, szerintem. Mi mindent kell tenned azért, hogy ez valóra válhasson, ez az álom? Hogy készülsz? Hát leszettem először is, hogy miket kell megtanulni, és rengeteget kell olvassak, verseket, prózákat, úgyhogy neki kell fogjak. Ja, és ki kell ugye javítsák a falusi beszédemet, mert van, ahol elfogadják, de nem tudok mindig így beszélgetni. És tanulsz most másként beszélni? Hát még nem, de januártól fogok. Januártól felkészítenek. Hát egy színész fog felkészíteni. Úgyhogy... Nagyon jó. Advent meghozta neked, hogy eljöhess Magyarországra. Igen. Advent meghozott nekünk, hiszen gyönyörködve hallottuk, hogy milyen szépen beszélsz, és mi, hogy mondod a verset. Aztán hozott neked Advent mást is, egy meglepetést. Szeretnél beszélni róla? Hiszen találkoztál édesanyáddal. Jó, igen. Hát... Igen, hát mikor megtudtam ugye, hogy Magyarországra jövök, hát legelőször anyukám jutott eszembe, mert a szüleim elváltak, és ugye itt lakik Pesten. És reménykedtem, hogy fogok vele találkozni, és hát sikerült is. Úgy volt, hogy sok rokonság van itt nekem Pesten. Hát unokatestvéreim, két unokatestvérem, ugye és annak a családjai. Úgyhogy nagyon sokan vannak. Csak én rég szóltam nekik, és nem tudták, hogy pont ma van, és ezért nem tudtak eljönni, pedig simán eljöttek volna ők. Csak, na nem baj. Milyen volt átölelni édesanyádat? Furcsa. Nagyon rég láttam élőbe. Tehát én nem is tudtam, hogy ekkorát nőttem. Rajta láttam, hogy nőttem is. Mert nagyon jó volt. Nagyon jó volt, hogy itt lettél, hogy itt voltál velünk. Mit kívánjak? Én azt kívánom neked, hogy az álmaid valóra váljanak. Szeretném, ha ismét meglátogatnál majd bennünket, ha úgy tetszik, otthonról hazajönnél megint. Hát. Jó lesz ez így? Igen. Akkor ezt kívánjuk mindannyiunk nevében. Köszönöm, hogy itt voltál. És sok sikert. Remélem, hogy foglak látni színpadon is. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Kedves nézőink, Kalamár Renátával beszélgettünk, aki Csíkdomokosról jött, Csíkszentdomokosról jött, és Csíkszeredán tanul. És bízzunk benne, szurkoljunk neki, hogy elérje a vágyait, álmait, és a színpadon láthassuk viszont. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok!